azt sem tudtam, mi fánterem a fluoreszencia. Aztán, amikor először elhajtottam egy ilyen vegyületet, és láttam, hogy UV lámpa alatt milyen szépen világít, na, onnantól nem volt visszaút. Hát ez a mai napig lenyűgöz, pedig naponta ezerszer látok ilyet. A fény energia. Vannak olyan molekulák, amik elnyelik a fényt, és ennek hatására egy magasabb energiaszintre, vagyis gerjesztett állapotba kerülnek. Ahhoz, hogy visszajussanak a stabilabb alapállapotba, az energiát fény formájában adják le, világítanak. Ezeket fluoreszcens molekuláknak hívjuk. Ezek segítségével meg tudok jelölni egy kiválasztott sejtalkotót, vagy egy molekulát is akár, szelektíven csak azt a fehérjét, és akár azon a fehérjén belül mondjuk helyspecifikusan, amitől a sejt tovább él, tehát biokompatibilis az egész eljárás. Aztán ehhez jött még egy olyan téma, ami a fény segítségével való terápiás lehetőségeket teremti meg. Tehát olyan vegyületeket állítunk elő, amelyek segítségével mondjuk egy kemoterapeutikum, tehát egy gyógyszermolekula inaktiválható, de fény segítségével megint újra aktiválható. És akkor ezzel ugye nagyon jól lehet célozni, hogy tényleg csak a tumor közelében hasson az a szer, ne pedig az egész szervezetben. Ezt a vegyületet én csináltam, és az egyik részét besugároztam fénnyel, azaz valószínűleg felszabadítottam a kemoterápiás hatóanyagot, ez megöli a sejteket, illetve egy másik részét a sejteknek pedig ugyanígy bekezeltem, csak sötétben tartottam, így jó eséllyel azok életben maradtak, legalábbis remélem. Minél lilább egy lyuk, annál több sejt maradt életben abban a lyukban. Amikor először láttam, hogy a kontrollsejtek életben maradtak, a besugárzottak pedig elpusztultak, akkor rögtön szaladtam mindenkihez és elmondtam. A mi csapatunk szerintem nagyon összetartó. Ez azon is meglátszik, hogy nagyon sokat segítünk egymásnak. Mindenki bátran mer segítséget kérni a másiktól, és nem csak a maga világában, a maga kis fülkéjében kevergeti az anyagait. Vagy háromszor elolvastam, de egyáltalán... Nem tudtam, hogy milyen kutatónak lenni annak idején. Ami meglepett, hogy nagyon sok olyan dolog van, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz belőle, de úgy érdekel minket, utána megyünk, és kiderül, hogy ez egy tök jó ötlet volt. Ebből volt az a nagy sztori, az a remek sztori, hogy akkor bementem a laborba, hogy ugyan Marci próbált már ki, hogy működik-e ez így, és erre azt mondta, hogy ez egy baromság, ennek semmi értelme. És nem csak én mondtam egyébként, hogy ez egy baromság, hanem a többiek is mondták a laborban, hogy de hogy ez most miért. És én mondtam, hogy csinálnám, mert kíváncsiok rá, hogy a fotolabilitást is lehet-e így befolyásolni a biortagonális funkciós csoportok segítségével, ezre hazamentem. Két hét múlva rám írt ugye SMS-ben, hogy főnök, működik a baromságod, és akkor visszakezdtem, hogy melyik. És akkor még mindig nem tudtuk, hogy ez mire lesz jó, és nagyon-nagyon sokat gondolkoztunk, tehát szerintem hónapokig gondolkoztunk, hogy ebből hogy lehetne valami értelmes dolgot csinálni. Akkor a jelentőség ennek az egész feltételes fotoaktiválhatóságnak, ahol nem tudom, hogy hol vannak ezek a rákos sejtek. És ennek legjobb példája ezek a metasztatikus sejtek, amik a anyatumorból hasadnak le, vagy szakadnak le, elúsznak a vérárammal szinte bárhova a szervezetben. Ezeket semmilyen képalkotó járással nem látom. Tehát se MR-rel, se CT-vel, semmivel nem látom, ezek túl kicsik ahhoz. Onnan jött ez a film jelent, amit mindig emlegetek, ez a 80-as években ez az akciófilm paródia, ahol vaktába lövöldöz egy ember géppuskával a tömegbe, de csak az ellenfél hal meg. És akkor hát pont ezt lehet elérni, hogy én a szelektív kémiai reakció segítségével csak a rákos sejtekre rajzolok egy célkeresztet, besugárzok mindent fénnyel, és mégis csak a rákos sejt meghalni, mert csak azt jelöltem meg egy célkeresztet. Ezen két éve dolgozunk, hogy ez összejöjjön. Evi, az egyik PhD hallgatónk, nagyon kitartó volt, és nagyon sokat dolgozott ezzel. Most arra sikerült előállítani azt a molekulát, amit majd vizsgálni fogunk a mikroszkóppal. Ez az az anyag, amit effektíve látni fogunk a mikroszkóppal. Ez az, ami világítani fog, ez a fluoreszcens része. Nagyon izgulunk, hogy ez működni fog a sejtekben is. Az a része a kutatásnak, amit még a legjobban várunk, ugye az, hogy sikerül egy anyagot előállítani, és nem csak az, hogy sikerül-e, hanem hogy az, hogy működik-e. És erre sokszor több hónapot, akár évet is várunk, hogy ez kiderüljön. A mai napon kiderülhet, bejut-e a sejtekbe, vagy nem jut be a sejtekbe ez az anyag, ugye ez itt a kulcskérdés. Hogyha már annyit látunk, hogy meg tudjuk jelölni a sejtek membrányát, az már egy nagyon nagy eredmény lesz.
Na, kapcsolod vagy kapcsoljam? Bemászok, ne kapcsolom. Hát meg hadd melegedjenek egy kicsit a lézerek. Azért ezek élő sejtek. Szerintem ez a legbonyolultabb dolog, amit valaha csináltunk. Szia, szia! Gyere, de csomagold be nagyon! Rendben, hozom! Az egyes lemezt hozz, Léci, jó? Jó! Egyes? Kell kezdtem, Marci? Hoztam. Jaj. Annyira izgulok, hogy remeg a kezem. És akkor 2012 live. Jó. És akkor most nem nézünk oda. És ott van. Basszus. Oké. És nem, és nem, alig van a háttér, nézd. Nincs benne. Fogad az Evit? Fel. Szerinted örülni fog? Ne, nem mondj neki semmit, nem mondj neki semmit. Csak azt, hogy jöjjön. Annyit segítünk, hogy ez az emorincsos. Ez az emorincsos Jó, akkor a bal oldali lesz a kontroll, az emorincs. Aha. És a jobb oldali pedig akkor a fotoaktiválható anyag. És akkor nem megy be a sejtbe, és jelöli azt a... És alig van háttérnéz. Szép. Wow. Ki van Péter? Egyelőre úgy néz ki, hogy működik. Az NKG nélkül, tehát hogy nem megy be a sejtbe. Nem megy be a sejtbe, sőt, majd megmutatom a képeket. Nézd meg, látni, itt ezt akartuk látni, és itt van, ami a sejten belül van, és hogy ez itt egyáltalán nem jelöli meg. Tök jó. És alig van háttér, ez a 0,3. Felszíteles fotoaktiválhatóság megvalósításnak időtartama lehet, hogy már 3 év múlva meg lesz, de az is lehet, hogy 5 év múlva is ugyanott fogunk tartani, ahol most. Tehát ez teljesen kiszámíthatatlan, de ettől lesz érdekes az egész.